Van is, vagyis polgári nevén Sági Viktor több mint egy évtizede alkot a budapesti underground és rap szcénában. Hatalmas sikereket ért már el 2007-ben, amit ugye a szakma és a szcéna nagyon-nagyon díjazott, és azóta is töretlenül ível felfelé az ő karrierje. Itt is ő mellettem, és adódik az első kérdés, hogy hogyan kezdtél el zenével foglalkozni egyáltalán? Hogy jött ez? Hát én 12 éves korom óta gitározok, szóval nekem így az élőzene az a az alap, vagy hogy onnan indultam, és akkor, amikor ilyen fiatal voltam, akkor nyilván ez valahogy a metal, meg a rap így volt, ez az úgynevezett nu metal előtti korszak, mint egy picivel, és akkor ezek a Rage Against the Machine dolgok, Cypress Hill, valahogy így az élőzene és a hip-hop az így keresztezte egymást, és így kerültem bele egyrészt a hip-hopba is, meg az ilyen produceri dolgokba is. De ez szerintem ez már ilyen 20 évesen történt, inkább 19-20 évesen, úgyhogy így. Viszont én inkább amúgy hip-hopos zenei bergeken belül hallok róla többnyire, viszont ez nem jelenti azt, hogy csak ott tevékenykedsz, mert hogy house-ban is, meg juke-ban is. Miért variálod így, vagy válogatod a stílusokat, vagy kóstolsz bele picit így több stílusban? Hát nem tudom, az embernek ilyen korszakai vannak talán, vagy hogy mivel ennyi idő eltelt, hogy tehát nyilván a hip-hop meg ez az urban világ az, ami a fő. Ami a legközelebb áll hozzám, így az elektronikus zenébe, vagyis ami nem élő zene, de egyszerűen az idők során annyi izgalmas dolog történt szcénen belül, szcénen kívül, vagy közel, főleg az elmúlt 5-6 évben a SoundCloud-on keresztül, egyszerűen annyi stílus ért össze, hogy hát izgalmas, vagy érdekes, mindig is az új dolgok érdekeltek, és ez így kicsit visz magával, kicsit belekóstolok, meg belevegyítem abba, amit csinálok, egyszerűen csak érdekelnek az új dolgok. Ja. Jó pár közreműködésben is volt már részed életed során, például az egyik, kiemelném, az egyik ismertebbet, Száiddal, a kezdet fiaiból is működtél közre. Milyen volt Száiddal dolgozni? Hogyan jött ez az egész? Illetve a közreműködések általában hogy jönnek a te életedbe? Hát a Száiddal mi, hát ismerjük egymást ugye a kezdet fiai révén, még a megfelszlenges időszakból, ott is dolgoztunk együtt, de az Amőba zenekarommal voltunk ugye a kezdet fiainak az élő zenekara, és akkor így sokat játszottunk, meg léptünk föl együtt az elmúlt évek során, és most, hogy a Száid így egy ilyen szóloprojektbe kezdett, így egyértelmű volt, hogy csináljunk valamit, vagy én örültem, hogy ő megkeresett engem. Szerintem ez nyilván az a munkásság is meghatározó, hogy kit hogyan találnak meg közreműködések, de azt, tehát mi ketten egy jó kapcsolatot ápolunk, és innen is jött, hogy tiszteljük egymást meg. De az összes többi közreműködés is ilyen, hogy szerintem valahol, tehát nyilván a szakmán meg a zenén azon kívül bírjuk is mindig egymást, vagy hogy sikerül olyan emberekkel együttműködnöm, akikkel egy hullámhosszon vagyunk valahogy, ezzel még sose volt gond. Ha a zene által megtaláljuk egymást, akkor általában passzolnak a dolgok. Magánemberként is jó barátok tudtok lenni. Igen, hála Istennek ez így van. Aha. Megjelent nemrég egyébként az első önálló nagy lemezed is. Mennyi idő volt egyáltalán, míg összeállt ez a lemez, mennyit dolgoztál rajta, illetve hogy te hova sorolnád, milyen stílusú ez, mit képviselsz vele, mi a mondani való, mit kell tudni erről a nagy lemezről és erről a projektről? Hát az elmúlt 10 évben csináltam nagyon sok lemezre való zenét, de sose adtam ki semmit, vagy ez egy kicsit ilyen, sose engedtem el a projektjeimet, inkább csak ültem rajta, odaadtam embereknek, de nem volt saját kiadvány, és most azért sok idő eltelt, mit tudom én, mondjuk a Megváltszánk, vagy akár 2005-ben, amikor utoljára kiadtam beateket, nehéz volt ezt az elsőt valahogy letenni, de a karantén hozta meg ennek végül a gyümölcsét. És hát ez ilyen két-három hét alatt, ilyen március-április, tehát az ilyen kritikus időszakban, akkor hegyre felköltöztem, és így bezárkóztam, és ott lényegében akkor ilyen terápia szinten készültek ezek a zenék. És akkor ezekből válogattuk ki az ilyen hip-hoposabb dolgokat, mivel hogy a kiadó, ahol kijött, a Blunt Shelter Records, azért meghatározóan lofi hip-hop, meg hip-hop dolgokat ad ki. De van benne az élőzenei dolgaimból, és egy kicsit egy basszusgitározok is rajta, nagyon sok ilyen midi gitáros téma van benne, de ugyanúgy vannak minták is. Ez igazából a karantén és az elmúlt pár hónapnak a gyümölcse, és hála Istennek volt egy kiadó, és akkor most így sikerült elengedni egy ilyen albumnyit. Viszont ez tök jó, mert legalább a következőt könnyebb lesz majd
most már, hogy az első megvan ennyi idő után, úgyhogy ja. Van a saját kiadód is, ugye az Elevated, amiről még nem beszéltünk sokat, itt is nagyon sok ismert és tehetséges arccal dolgozol együtt. Milyen új hírek vannak a kiadóval kapcsolatban? Mikről tudnál beszámolni? Hát most Siaga barátommal elkezdtük újra kicsit komolyabban csinálni, mindenki a saját projektjeit tolta, szerintem az elmúlt egy-két évben inkább, meg nagyon sokat DJ-ztünk, tehát a kiadóra nem nagyon koncentráltunk. Hát most van nálunk a Lunatek, ami egy ilyen prioritást élvez, ő Cápi néven alkotott eddig, de most MC-ként, trap MC-ként ma pont tegnap jött ki egy klipje, de van egy pár új arc is, van a Mukunda Matyi, a Muki, neki fog jönni most cucca nálunk. Ő is élőzenét játszik, a TPS RPRT-ben nyomja, meg egy pár helyen gitározik, basszusgitározik, és nagyon ügyes. Gergely Norbinak, Gulyásnak, meg Gegének is jön ki cucca, úgyhogy most, ja, most is sivel koncentrálunk újra a kiadóra, reméljük, hogy idén egy csomó mindent kiadhatunk. Just confronting blessings in abundance, gotta live it up, never giving up, attracting energy, complaint and have it tough, yo, understand where I really came from, hustle every day, yeah, it's deep in my blood, deep in my lungs, gotta seek more than a buzz, want a real life high, no hating and fake love, check, gotta adjust to the times that we live, where everybody gives advice, but most are hypocrites, shit, and lately I've been working on myself, forgive me if I'm gone, no reply, going stealth, well, I might hop in the whip, cruising through the city with the crew getting lit, damn, back in the day, running game with my cleats, was taking over the league, yeah, the kid was elite, couple injuries, setbacks, accepting defeat, now I'm on tracks with dope raps, I'm killing these beats, couple drinks, couple blunts, just relieving my stress, know my people need soul, so alive and direct, so my tag, 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 live and direct, got something you can never forget, yo, my tag, 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 tag.